Folytatódjon tehát Captain Claw kalandja. Az előző rész végén, ahogy láthattátok, bemenekültünk üldözőink elől az erdőbe, és a következő kettő pálya ebben a környezetben fog játszódni. A harmadik pálya neve Footpath, azaz a gyalogút, és itt rögtön új ellenfelekkel fogunk találkozni, például ez a Robin Hood róka, vagy ez a késdobáló kutya. Itt kiemelném az ellenfelek úgymond intelligenciáját, tehát amint látjátok, a fölfele dobott késeket simán ki lehet kerülni, vagy a nyilvesszőket. Azonban, hogyha sokáig guggolunk lent, akkor megunják az ellenfelek és lefele fognak célozni. Ezt platformjátékokban nem minden esetben láttam, és a Monolith mindig is jó volt AI programozásban, úgyhogy szerintem ez nem meglepő, hogy ők ilyet csináltak. Titkos helyekből is bővelkedik a játék, és a játék ezen szakaszán még elég könnyű eljutni hozzájuk, illetve elég könnyű úgymond teljesíteni is a titkos helyeket, itt is csak annyi a dolgunk, hogy összeszedjük a cuccokat. Van még két felszedhető dolog egyébként, amiről nem tettem említést, az első a láthatatlanság, amit ez a lebegő macska koponyaikon szimbolizál, nevéből adódóan nem szupererőt ad nekünk, hanem az ellenfelek nem fognak észrevenni. Azonban egy régi platformjátékos betegség miatt akkor is meg fognak tudni minket sebezni, hogyha belénk sétálnak. Ez hülyeség, tény, de platformjáték betegség. És ebben a játékban is megvan ez sajnos. Egyébként annyira játékos barát a játék, hogy olyan helyszínek elé rakja be a láthatatlanságot, vagy a következő pick-upot, a sértetlenséget, ahol rengeteg ellenfél van, vagy egyébként rengeteg életerőt veszítenénk, hogyha nem vagyunk elég ügyesek. Amint látjátok, a sértetetlenség egy nagyon menő LSD színparádéval örvendeztet meg minket, lényegében mindenféle támadás átmegy rajtunk, ezek a kisebb tüskék nem ártanak nekünk, egyedül akkor tudunk csak így meghalni, hogyha beleesünk mondjuk a vízbe, a zöld szmötyibe, vagy pedig olyan tüskébe, ami egyébként is egy érintésre kinyírna minket. A pálya végén nem törődve a bombadobáló patkányokkal megkapjuk a következő térképrészletet, és a térképes képernyőn még csak most mutatja a program, hogy elindultunk az erdő felé, ami itt Tolvajok erdejének van elnevezve, hát elég találó név. Mindenesetre megkaptuk a következő térképdarabot, ezáltal a következő úti célunkat, de előtte még itt van a négyes pálya, a sötét erdő, ahol rögtön ilyen levegőbe búsztoló páfrányokkal találkozhatunk, illetve ilyen fekete csuhás, elég kemény banditákkal. És hát ez az a pont a játékban, ahol elkezdődik az a móka, hogy tegyük illogikus és baromi hülye helyekre a titkos dolgokat. Például ki a franc gondolná, hogy itt a szmötyi fölé ugorva belemehetünk egy láthatatlan teleportba? Ki a franc jön erre rá, anélkül, hogy ne nézné meg a végigjátszás videót? De egyébként nem csak egyszer játssza el a játék ezen a pályán, nem. Ott van baloldalt a lombkorona mögé elrejtve a kincs, és körülbelül 2 méterrel odébb ugyancsak ott van, de még ennyire sem látszik ki, mint az előbb. Aztán az egésznek a tetejében még a bal felső sarokban is lesz egy, csak hát éppen a kaja pick-upra volt rátéve. És ismét csak a lombkoronák között ott van egy sértetetlenség pick-up, komolyan sasszemmel kell végignézni a játékpályáit, aztán egy glitchet, vagy nem is tudom mit kell kihasználni, hogy eljuthassunk a következő titkos helyre, mert nem mindig akar működni, itt ugrálgatni kell, hát ha sikerül átjutnunk. Szóval agyrém az egész, nincs az az Isten, hogy te önmagadtól rágyere ezekre a titkos helyekre. Főleg, hogy ez a pálya az egyetlen non-lineáris pálya a játékban, annyira szerteágazó és annyira el lehet benne tévedni. Mondjuk ez tök jó dolog, mert tényleg egy sötét, sűrű erdőről van szó, és ez teljesen autentikus, de akkor is résen kell lenned, hogy ne tévedjél el, és megtaláld végül azt az utat, hogy na akkor most innen ki tudok menni a pályáról. Ha eljutok ide a pálya végére, akkor itt van a második fő ellenfél a játékban, Captain Claw egy régi ismerőse, aki hölgy és a Catherine névre hallgat. Őt már nem lesz olyan könnyű legyőzni, mint Leroux, de meg lehet próbálni. A módszer hasonló, felé is ugrálni kell, aztán elugrani onnan, csak hát Catherine-nek van egy ostora, amivel távolról és guggolás közben is meg tud minket sebezni, aztán szokásai szaltozgatni, és ugye a platformjáték betegség miatt, hogy hozzánk ér, akkor is életet vesztünk, ez megint csak nem egy könnyű harc. Tehát meg kell próbálni inkább a közelében maradni, hogy ne használhassa az ostorát, illetve könnyítésképp van 2 ilyen életerős üvegcsek fönt, de nem minden esetben kell ezt használnunk, tehát folytassuk ezt az ugrálós ütögetést, és ha nagy nehezen sikerül kinyírni szerencsétlent, akkor kidobja magából a második égkövet, ezt fölvesszük, és
Természetesen ez is beleteleportálódik a 9 élet amulettjének virtuális tervrajzába, és innentől mehetünk tovább a következő pályára. Captain Claw kisétál az erdőből, és láthatjuk az 5., 6., illetve 7., 8. pályát így előnézetben, de ezt majd megértitek később. Az 5. pálya egy városban játszódik, ahol kutyák vannak, mindenféle pitbull, illetve dobberman, őrök mindenfelé, illetve a szobrok is kincset rejtenek, és tej az életerő pick-up. Mindegy, meg kell szokni, hogy macska a főhős minden esetre. A pálya legelején található egy sirály, ami egy titkos sirály, hogyha lehet ilyet mondani. Alapból nem tudjuk a földről eltalálni, viszont ha itt fölmegyünk erre a kis tetőre, akkor egy pisztolylövéssel eltalálhatjuk, és találunk benne egy ilyen egeres műtyűrt, amivel ugye magasabbra ugorhatunk. Egyébként a sirályok jellemzők lesznek most már az összes pályára, és vannak ilyen titkos sirályok is, valamikor ez esik ki belőle, valamikor egy rakás pénz, de ezt majd látjátok a későbbiekben. De egyébként meg milyen város ez, hogy ilyen halálos, kihegyezett kövek vannak a földön, mozgó faplatformokon kell ugrándozni, a város lakói is ezeket használják? Vagy ilyen levegőben lebegő mennyei harangok vannak, szóval abszolút bizarr az egész, korhadó fahidak vannak a semmiben, szóval eléggé egy ilyen kokainos lázálom az egész város, úgyhogy hagyjuk is ezt az egészet. Megkapjuk a következő térképrészletet az 5. pálya után, ami gyakorlatilag a már látott módszert alkalmazza, hogy elsétálunk a partmenti városkába, a térképrészlet pedig már a dokkokat jelöli, ez lesz majd ugye a következő pálya részleg. A 6. pálya a betöltési képernyő szerint Puerto Lobos, utána már Puerto Lobo, és végül indításnál helyesen El Puerto del Lobo, azaz a farkas kikötője. Ez gyakorlatilag a másik városnak a menőbb része, és itt láthatunk fürdöző, borotválkozó és fütyülő kutyalakosokat, illetve legtöbb időt a város eléggé toxikus csatorna rendszerében fogjuk tölteni, és sokszor bele fogunk fulladni. De itt egy kitűnő alkalom, hogy a játék egy hasznos bug és glitch kombinációját bemutassam. Látjátok, ott felettem van egy teleport, amihez nem tudok elég magasat ugrani, úgyhogy íme a bug. A zárófalba bele tudom dobni a dinamitot, ami robbanásig ott is marad. Innentől annyi a csekély teendőnk, hogy a robbanás akkor sebezzen meg minket, amikor éppen felfele ugrunk, és amint megsebesültünk, nyomva tartsuk az egyik iránygombot és az ugrás gombját. Ugye milyen egyszerű, még így elmagyarázva is? Na már most ezzel legalább egy fél órát szenvedtem, de nagy nehezen összejött és eljutottam egy titkos helyre, ahol bőven kárpótolva voltam a szenvedésekért. És nem sokkal ezután megmérkőzhetünk El Puerto del Lobo vezetőjével, polgármesterné a Jenőnél. Akit nem Jenőnek hívnak, hanem Wolvingtonnak, és neki is van egy ilyen varázs fém kesztyűje, mint a Lost Vikings 2-ben Béliognak. De ez ne rettentsen el minket, Wolvington az egyik legkönnyebb fő ellenfél, még Lerónál is könnyebb. Annyi a trükk, hogy megütöd, legugolsz, megütöd, legugolsz, megütöd, legugolsz. Ezt kell ismételgetni gyakorlatilag. Csak arra kell odafigyelni, hogy már befejezze az ütési animációját, amikor megütjük, és se perc alatt ki fogjuk nyírni. Természetesen Wolvingtonnál is van egy ékkő a 9 élet amuletéhez, és Claw érdekes dolgokat hall meg a helyi kocsmában, régi ellenfele Rettél is a nálunk lévő térkép után kutat, mivel ő is talált pár ékkövet. Mondanom sem kell, hogy Claw elhatározza, hogy felszökik egy kalózhajóra és megkeresi Rettél búvó helyét, de ez előbb még át kell verekednie magát a kikötőn és a dokkokon. A dokkok a kedvenc pályám, hiszen itt vannak ezek a hatalmas medvematrózok, akik medveöleléssel köszöntenek, itt a támadás gombját kell nyomogatni, hogy kikerüljünk az ölelésükből, de egyébként is ez a alacsonyan szálló köld, ez a kékes háttér, és gyakorlatilag marha jó titkos helyek, rengeteg kincs, szóval abszolút ez az egyik kedvenc pályám a játékban. Itt találhatóak azonban a legidegesítőbb ellenfelek is ezen a részlegen, mégpedig ezek a kagylószerű csiga, rákok, nem is tudom micsodák, akiket föl lehet emelni és ledobhatjuk vele mondjuk a sirályt, aztán hogyha sikeresen elvégezték úgymond a feladatukat, akkor be lehet őket hajítani. Őket ugye nem lehet megsebezni, még a bombadobókat sem, hogyha bebújnak a házukba, de ellenük például, ahogy az első videóban láthattátok, iszonyatosan jó dolog mondjuk a Magic Claw, vagy ha föl tudunk szedni valamilyen tüzes kardot vagy jégkardot, akkor így letarolja őket szépen.
A dokkos pálya végén meg is találjuk a szükséges térképrészletet, ami majd elvezet minket a kalózok rejtek helyére. Most már csak egy hajót kéne elcsennünk, erre kiváló a helyszín a shipyard, azaz a hajó kikötő, aminek a legelején, hogyha elindulunk az ellenkező irányba, már is találhatunk egy egész menő titkos helyet, ahol mindenféle lőszert, illetve egy sérthetetlenség pick-upot is felvehetünk, ezért már megérte a másik irányba elmenni. Egyébként konkrétan ez az a pálya, amit a negyedik évadban a Lost Vikings 2 bemutató egyik videójába betettem, mint nagyon hasonló pálya a Lost Vikings 2-es kalózos világhoz, és valóban egyébként ez a kedvenc pályám az egész játékban, tényleg iszonyat hangulatos, és itt van a kedvenc titkos helyem is a játékban. Ami első ránézésre könnyűnek tűnik, de valójában baromi nehéz ide feljutni, amint látjátok tele van minden sirállyal és kincsek potyognak ki belőlük. Igazából a sirályokról még nem sokat beszéltem, annyi a helyzet velük, hogyha alattuk vagyunk, akkor egy bizonyos szögben mindig ránk fognak repülni, ezzel megsebeznek minket. Nem annyira veszélyesek, de általában ilyen ugrálós helyekre szokta berakni őket a játék, és hát eléggé szívja a fogát az ember, hogyha emiatt mondjuk leszakad alatt egy platform, vagy kicsit hamarabb megszakad az ugrás. Ennek a titkos helynek a vége viszont, amikor kinyírtuk az összes sirályt, kacsing! Ezen a pályán még van egy elég szivatos, úgymond titkos hely, hogyha nem vesszük észre, hogy alul van egy kis platform, akkor viszont megszívjuk az egészet, mert nem tudunk visszamenni itt az ágyúcsöveken. És az is elég hangulatos, hogy a világ legmagasabb hajóárbócát meg kell másszuk, gyakorlatilag már 68 felhőréteget magunk mögött hagytunk, és miért kell ide fölmászni? Azért, hogy leugorjunk, és hova ugrunk? 5 méterrel a titkos hely teleport mellé. Gratulálunk, szép volt! Nem tudom, hogy ez egy ilyen tendencia lesz a játékban, hogy ahogy haladunk előre, egyre könnyebbek lesznek a főellenfelek, de tény, hogy a Shipyard pálya végén a főellenfél még Wolvingtonnál is könnyebb. Szóval annyi a helyzet, hogy ott van az a Gabriel nevű hajókapitány, aki nézegeti magát a tükörben, nyalogatja a haját, meg a szemöldökét, meg mit tudom én mit csinál. Néha ledob elénk egy ilyen kalózt, akit iszonyat könnyű kinyírni, és amikor felpöccenti a kapcsolót, akkor lő egyet az ágyúval. Mindösszesen annyi a dolgunk, hogy ide felugráljunk, a kapcsolót a pózna tetején megnyomjuk, és megvárjuk, hogy Gabriel fölpattintsa azt a kapcsolót, gyakorlatilag önmagát fogja kinyírni nekünk, szinte semmi dolgunk nincsen, mint felugrálni ide, lenyomni a pózna tetején azt a gombot, az esetlegesen leugró kalózokat kinyírni, és megvárni, míg Gabriel fölpattintja a kapcsolót. Ennyi az egész tényleg. Aztán, ha elfogyott az életereje, akkor elkezd így villódzani, össze-vissza remeg, aztán hősiesen leveti magát, fetreng, mint valami partra vetett hal, aztán kiszenvedi magából ezt a hatalmas, nagy, drága követ. Lehet, hogy a végbeléből jött ki, azért ilyen piros, és azért volt ennyire nehéz kiküszködnie magából. Minden esetre megvan a negyedik drága kő a 9 élet amulettjébe. Bizony, a játék felén immáron túl vagyunk, de innentől nagyon nehéz dolgunk lesz. Az átvezetőben még láthatjuk, hogy Captain Glow rohan a hajó után, és egy macska kecsességével ráugrik a hajóra, de hogy hova fogunk kikötni, az majd csak a következő videóban fog kiderülni. Phew, that was close.